Sziasztok! A mai videóban két rimmel terméket fogunk tesztelni, méghozzá a Rimmelnek a Lasting Finish alapozóját és a Lasting Finish primerét. Nagyon-nagyon izgatott vagyok ezekkel kapcsolatban, ugyanis ma vásároltam mind a kettőt, és már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Remélem, hogy be fog válni. Amit ígér, azt mindjárt mondom, hogy mi. Tehát azt mondja, hogy teljes fedést adó alapozó, egy ilyen komfort szérummal van ellátva, ami nem tudom, hogy pontosan mit akar. Azonnal tökéletes fedést biztosít, extra kényelmes a viselete egész nap, izzadás álló, és több mint 25 órán keresztül tökéletes fedést biztosít. Mondjuk 25 órán keresztül nem szeretnék viselni egy alapozót sem, úgyhogy ezt nem fogjuk tudni letesztelni, hogy valóban 25 órán keresztül tart-e, de minden esetre azt le fogjuk tesztelni, hogy egész nap hogy tart az alapozó. És a primerrel együtt fogom letesztelni. A teszterét kipróbáltam a Rossmannban, és úristen, egyből éreztem, hogy annyira kis krémes, puha, gazdag formulájú, hogy egyből megtetszett, és úgy voltam, hogy na, ez biztos, hogy nem hagyom ott. Úgyhogy szerintem ez is nagyon jól be fog válni, legalábbis remélem, én nagy reményeket fűzök mind a két termékhez. És úgy fogjuk letesztelni, hogy most, mivel délután van, már nem tudom az egész nap folyamán tesztelni, tehát most egy teljes első benyomást fogtok látni tőlem erről az alapozóról, és tényleg most fogom kibontani, és soha nem használtam még. És úgy fogom megoldani, hogy holnap is ezt az alapozót fogom felvinni reggel, és holnap viszont dolgozom reggeltől estig, úgyhogy tényleg le tudom tesztelni, hogy egész nap a nap folyamán hogyan tart az alapozó, és este fogok csinálni egy bejelentkezést, és megmutatom nektek majd a sminkemet, az alapozót, és elmondom róla a véleményemet, hogy mi volt a tapasztalatom vele egész nap, illetve mennyire maradt tartós tényleg a nap folyamán. Úgyhogy most kezdjük is el. Oké, és akkor megpróbálom kibontani az alapozót, mert itt le van ragasztva az oldala. Ah, oké, sikerült. Jó, és egy ilyen üveg tégelyben van, tehát ugyanúgy, ahogy a legtöbb alapozó és pumpás kiszerelésű, ami nagyon jó, én imádom az ilyen csomagolású vagy kiszerelésű alapozókat, és fogok nyomni belőle egy körülbelül két pumpányit nyomtam ki ide a készfejemre. Ja, és a szín az pedig a 100-as Ivory, tudtommal a legvilágosabb árnyalat, és egyébként SPF 20-as, tehát 20-as fényvédőfaktorral is rendelkezik. Oké, na nézzük, és egy szokásos alapozó ecsettel fogom felvinni. Jaj, nem, bocsánat, úr. Akkor első lépésben nézzük is a primert, ugye ez a Lasting Finish Primer, és elmondom ezt is, hogy mit ír róla. Azt írja, hogy bőrtökéletesítő primer. Megnöveli az alapozó tartóságát 8 órával, mondjuk nem tudom, hogy ezen a 25 órán keresztül tartó alapozón mit lehet még növelni. Jó, de egyébként ezt más alapozóhoz is nyilván tudjátok használni. Ultra könnyű formulája van, minimalizálja a pórusok megjelenését, kisimítja a bőr felszínt, és kényelmes viseletet biztosít. Önmagában is használható, vagy, és azt írja érdekes módon, hogy alapozó alá, ami persze nem meglepő, de azt írja, hogy over makeup, tehát smink fölé is használható, mondjuk ezt én nem hiszem, hogy fogom így alkalmazni, és ennyi, tehát ennyit ír a primerről, és kibontom, ilyen tekerős kis műanyag tégelybe, vagy tubusba van, vagy hogy hívják ezt, és fogok kinyomni belőle egy, hát körülbelül egy ennyi mennyiséget. És nagyon jó, nagyon krémes a textúrája, úgyhogy ugyanúgy, ahogy a boltba is éreztem, nagyon jó érzés, tényleg. Egy ilyen sűrűbb, vajas, krémes érzetű primer. És legelső benyomásom az róla, hogy jó, és tényleg érzem,
hogy nem is tudom, hogy mondjam nektek, mert most épp élvezem, annyira jó. Tehát tényleg, mint egy sűrű hidratáló krém. Érzem, hogy hidratál, és nyilván majd egy jó tapadást biztosít, vagy egy még jobb tapadást biztosít az alapozónak. Tehát akkor eddig ennyi a primerről. Színe nincs, ugye fehér színű maga a primer, de igazából ugyanolyan, mint bármilyen krém, tehát nem látom azt. Talán egy nagyon-nagyon picit, minthogyha halványítaná a pirosságot, épp egy picit, de egyébként ezt nem is írja róla, hogy az arcon található piros vagy barnás foltokat csökkenteni, tehát ez nem ez a fajta primer, ez csak simán egy hidratáló és az alapozó tartóságát fokozó primer, és erről abszolút pozitív az első benyomásom, és akkor jöhet az alapozó, amiből már két pumpányit kitettem a kézfejemre, egy ilyen közepes sűrűségű az állaga, tehát nem túl folyós, nem annyira folyós, mint például a L'Oréal True Match alapozó, de nem is túl sűrű, tehát szerintem pont jó az állaga, és akkor nézzük azt a bizonyos, tökéletes és teljes fedést. Felviszem a szokásos alapozó ecsettel, amit a leggyakrabban szoktam egyébként is használni. És így elsőre, amit látok, az valóban az, hogy nagyon jó a fedése. Tényleg nagyon szép fedést biztosít. Egy kicsit ilyen picit raggacsosabb állagúnak érzem, tehát nem olyan nagyon könnyű eldolgozni. De mindjárt nézzük tovább. Úgy veszem észre, hogy jobb így ütögetni, tehát beleütögetni. Egyébként ez mondjuk majdnem az összes alapozóra igaz. Hogy ilyen kis óvatos, apró ütögető mozdulatokkal sokkal szebben el lehet dolgozni. Jó, és tetszik. Tetszik, nagyon tetszik, de jó, úgy örülök. Nagyon féltem, hogy nehogy megint befürödjek, mert volt mostanában épp olyan, hogy vettem egy alapozót, és abszolút nem voltam vele megelégedve. Meg tudjátok, mondtam valamelyik előző videóban is, hogy az a Max Factor kis krém alapozó, ami elég drága, azzal sem voltam megelégedve, úgyhogy nagyon izgultam, hogy most új alapozót próbálok, hogy jó legyen, de azt mondom, így legelső benyomásom az róla, hogy jó és tetszik, és valóban látom rajta, hogy ha nem is teljes fedést ad rögtön így elsőre egy rétegbe, de valóban úgy látom, hogy nagyobb fedést ad már most, mint egy másfajta alapozó, vagy hogy mondjam, és nem tudom, hogy melyik alapozóhoz hasonlítsam éppen, de a lényeg, hogy valóban látom rajta azt, hogy tényleg teljes fedés szerintem elérhető vele két vékonyabb rétegben. Nagyon jó a textúrája. Egy nagyon picit ragacsosnak érzem most még, de gondolom kell neki egy kis idő, amíg leülepszik, vagy hogy mondjam, és utána gondolom már nem lesz ilyen ragacsos érzetű. Legalábbis remélem. Bár egyébként mindig az alapozót valamennyire leszoktam fixálni púderrel, úgyhogy az meg főleg el fogja venni ezt az érzetet. Jó, és közben a szín is szerintem tökéletes. Tehát az szokott még a másik nagy bajom lenni az alapozók, amivel nekem ugye elég világos a bőrszínem, hogy
hogy vagy túl sötét, tehát még a legvilágosabb árnyalata is sötét nekem, vagy pedig nagyon sárgás tónusú. Én ugye inkább hideg árnyalat vagyok, tehát nekem a sárgás tónusú alapozók nem annyira jönnek be, vagy nem kell erőltetni, hanem ugye a hideg árnyalatút, és ennek azt látom a színén, hogy tökéletes a szín, aminek szintén nagyon-nagyon örülök, ugye, mivel pont mondtam, hogy a másik rimmel alapozom, ami van a rimmel Wake Me Up, az a pont az volt az a bajom. Egyébként, hogy szeretném, mert annak is jó a textúrája, meg jó kis alapozó, csak a színe sötét egy picit, meg túl sárgás az én bőrszínemhez, vagy bőrtónusomhoz. Ez viszont nagyon-nagyon jó. Tehát akinek világos bőre van, annak már is nagyon ajánlom, ez a 100-as Ivory, és tudtom a legvilágosabb árnyalat, mert ez tényleg abszolút nem sárgás, tehát inkább egy ilyen hideg tónusú, vagy semleges alapozónak mondanám, legalábbis ezt az árnyalatát. És most úgy nagyjából szerintem el is dolgoztam. Viszonylag könnyen el tudtam dolgozni, de inkább ilyen kis óvatos ütögető mozdulatokkal, tehát ha ecsettel viszitek fel, akkor így ajánlom felvinni, ha pedig sminkszivacsal, akkor is inkább ilyen kis ütögető mozdulatokkal, tehát mind a kettővel, igen, ugyanígy ilyen kis ütögető mozdulatokkal ajánlom felvinni, mert így kell, tehát ahhoz túl sűrű szerintem, hogy ilyen körkörös kenő mozdulatokkal vigyük föl. Viszont, hogyha így visszük föl, szerintem akkor teljesen tökéletes. Tehát valóban azt mondom én is rá, hogy majdnem, hogy teljes fedés érhető el vele. Azért egy picit látom áttűnni a kis bőr egyenletlenségeimet a színét tekintve, de nyilván most, mivel pont éppen a fotós lámpa világít ide az arcomba, ez normális. Meg nem vittem fel szerintem olyan túl vastagon se, tehát lehet, hogy két vékonyabb rétegben tényleg teljes fedés érhető el vele. Egy picit még mindig ragacsosnak érzem, de ahogy mondtam, úgy is fogok rá púdert tenni, úgyhogy az majd megszünteti, és nagyon örülök neki! Nagyon jó, szuper, tehát ez a leges-leges-legelső benyomásomról a szuper, nagyon örülök neki, hogy nem kellett benne csalódnom, mind a kettő. A primer egy nagyon jó krémes, tényleg olyan gazdag formula, tehát azt érzem rajta. Az alapozónak pedig tökéletes a színe, az állaga valóban egy erőteljes fedés érhető el vele, fényvédő is van benne, ugye, ami külön jó, szerintem. Jó, és a finise pedig egy olyan közép-matt finist ad. Tehát nem teljesen matt, egy nagyon pici egészséges ragyogást látok így az arcomon, de nem túl, tehát nem ez a nagyon ragyogó finisű alapozó, hanem egy ilyen közép-matt. És azt hiszem, így leges-legelső benyomásnak ennyi, eddig nagyon örülök neki, és szerintem már mondhatom, hogy nagyon ajánlom nektek is, hogy próbáljátok ki, de majd meglátjuk, hogyha visszatérek, hogy egész napos használat után mi volt vele a tapasztalatom. Úgyhogy maradjatok, mindjárt jövök a nap végével. Hát sziasztok, akkor itt vagyok a teszt folytatásával. Ugye a Rimmel Lasting Finish alapozó és primert teszteltem, és most egész nap viseltem az alapozót, reggel 9-től, és most este 6 óra van, egyfolytában rajtam volt, és amit el tudok róla még így mondani, egész napos használat és tapasztalat után, az, hogy tényleg elég jól tart, és jó a fedése az egész nap folyamán az alapozónak. Egy nagyon picit, ami talán negatív lehet, az, hogy eléggé ugye sűrű a textúrája, ezt mondtam az alapozó felvitel közben is, és emiatt egy picit
talán, ha közelről megnézzük, akkor egy nagyon picit maszkos hatása van, illetve nem is ez a maszkos hatás lenne, amit akarok kiemelni, hanem az, hogy nagyon kihangsúlyozza az arcnak a pici finom ráncait, tehát még azokat a pici kis ráncokat is, amik egyébként normál esetben egy könnyedebb alapozónál nem látszódnak. Tehát nem azokról a ráncokról beszélek, ami a korral jár, és mély ráncok, és nagyon meglátszódnak, hanem a normál kis ráncocskái, finom ráncocskái az arcbőrnek. Azokat egy picit, ha közelről megnézzük, kihangsúlyozza ez az alapozó valószínű a sűrűsége és az erős fedése miatt. Tehát ez egy picit negatív lehet. És a másik, amit el akartam mondani, hogy egyébként mindenhol nagyon jól tartott, egyedül itt az orrom körül, ezen a kis részen, ugye, ami eleve problémás terület nekem is, meg szerintem sokaknak, másoknak is, illetve itt egy picit az állnál azért egy picit látom, hogy fakult az alapozó, tehát azért nem teljesen tart, ugye 25 órán keresztül, hiszen ez nem is volt még 25 óra sem, tehát itt azért, ahol többet érintettem, ugye itt az államat, például így, ha támaszkodtam rajta, vagy bármi, ott azért egy picit megkopott az alapozó fedése, illetve itt az orrnál, ahol ugye pedig egy picit nekem zsírosodik itt a T-zónában a bőröm, de egyébként máshol mindenhol nagyon szépen tartott a fedése egész nap, és egyébként pedig erre a negatív oldalára van egy nagyon jó trükköm, amit egyébként bármilyen alapozóval kipróbálhattok, az pedig az, hogyha van egy ilyen krémesebb, sűrűbb állagú vagy maszkosabb hatású alapozótok, amit szeretnétek, csak egy kicsit túl sűrű és ez zavaró lehet, akkor egy nagyon jó tipp vagy trükk erre az, hogy fogtok egy kis kókuszolajat, vagy jojoba olajat, vagy bármilyen olyan olajat, amit az arcra is fel lehet vinni, és miután kipumpáltátok az alapozót a készfejetekre, vagy bármilyen felületre, ahova szoktátok, cseppentsetek bele egyetlen egy csepp olajat. Nekem kókuszolaj van, mégpedig amint látjátok, egy ilyen régi orrcseppes üvegben, amit jó alaposan kimostam, és utána feltöltöttem kókuszolajjal. Most egyébként kókusz zsír állagú, mert ugye most szobahőmérsékletem megkötött, ugye 25 fok vagy a felett olajállagú, tehát használat előtt vagy egy picit fel kell melegíteni kézben, vagy radiátoron, vagy egy pár másodpercre be kell tenni a mikróba, és akkor nagyon jól ezzel a kis pipettával tudtok csöppenteni egyetlen egy csepp olajat az alapozóba. Egy picit összekeveritek valami kis pálcával, és úgy viszitek fel az arcra. És úgy viszont egy nagyon szép, egészséges ragyogást és egy könnyedebb textúrát ad ki így ezáltal, viszont nem lesz zsíros hatású, tehát ne ijedjetek meg ettől. Javaslom, hogy próbáljátok ki először otthon, akkor, amikor nem mentek éppen sehova, vagy egy délután, vagy egy esti időpontba, és teszteljétek le. Szerintem tetszeni fog nektek is nagyon. Én egyébként leteszteltem így is ezt a Rimmel Lasting Finish alapozót, és nagyon bevált. Úgyhogy, ha egy könnyedebb és kevésbé maszkosabb hatású fedésre vágyok, vagy vágytok ti is, akkor ez a trükk nagyon jól beválik bármilyen alapozóval. Jó, és akkor azt hiszem ennyi lett volna ez a Rimmel Lasting Finish teszt videó. Összességében nagyon meg vagyok elégedve mind a két termékkel, ezt a pici kis negatívumokat leszámítva, tehát egy 5-ös skálán én mondjuk egy olyan jó erős 4-est, vagy 4,5-et adnék rájuk, de tényleg ezért az árérték arányban szerintem nagyon jó, főleg bulisminkekhez ajánlom, mivel egy erőteljesebb fedést adó és tartósabb alapozó, de hogyha napközben szeretnétek használni, és egy picit könnyedebbé tenni, akkor pedig ezzel a trükkel, hogy egy csepp olajat adtok hozzá. Jó, és akkor szerintem mindent elmondtam, legalábbis remélem, de hogyha nem, vagy van még kérdésetek, akkor nyugodtan írjátok meg a kommentbe. Jó, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és hasznos volt, biztos vagyok benne, hogy valakinek hasznos volt.
Hogyha van még kérdésetek, akkor írjatok. Ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel ide a csatornámra, hogyha nem vagy még feliratkozva. Találkozunk nagyon hamarosan a következő videóban. Köszönöm, hogy velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!